Köszöntöm nézőinket az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtárában. Hamarosan kezdődik egy könyvbemutató. A könyv szerzőjével Kun Lajossal beszélgetünk. Ördögszekér a könyvnek a címe. A borítóból már azért sokan következtethetünk arra, hogy miről szól ez, de miről is szól ez a kötet. Ez a kötet a parasság életéről szól. Próbáltam egy olyan 150 éves múltra visszatekinteni a parasság életébe, és gyakorlatilag azt a sodródást, amin keresztül kellett menni ennek a rétegnek a mindennapok során a megélhetésért, a boldogulásért, azt próbáltam benne bemutatni. Nyilván már a múlt század elejé időszakot is, utána a két háború közötti időszakot is, azt elsősorban a szüleim gazdálkodásán keresztül, utána pedig a 1945 utáni háború utáni időszakot, amikor a kollektivizálás, a kényszerű kolhoz alakítások elkezdődtek, és akkor ebből hogy lett átalakítva egy élhető, mindenki számára élhető és boldoglását biztosító szövetkezeti mozgalommá az egész. Gondolom az egykori május ejtélyhez vezetőjeként azért felidéződnek olyan történetek is, amelyek akkor ott önnel vagy az önnel együtt dolgozókkal történtek meg. Szerepelnek nyilvánvalóan benne. Azt tudom mondani, hogy a leírtak, ezek mind megtörténik eseményeken alapulnak, még akkor is, hogy esetleg a helyszín vagy a név nem azonos a könyvben szereplő illetővel vagy helyszínnel, de mind megtörtént események alapján van leírva. Nem kertelek, mert azt a rendszerváltás utáni időszakot is, azokat az anomáliákat is leírtam, amihez még eddig nem sok szerző mert hozzányúlni. Én kertelés nélkül úgy, ahogy én meg az én korosztályom, én kortársaim megértük, én ezt leírtam ebbe a könyvbe. Akkor tulajdonképpen az ördögszekérnek ugyan más a jelentése, hiszen annak van egy növény, amit jelent, de az ördögszekér ez egy ilyen valamin honnan menekülés, meg egyáltalán így gurul, tehát egy ilyen kerek dolog ez így, tehát ez most csak így szimbolikusan, de ahogy elmondta, számomra ez következik ebből. Gyakorlatilag egy sodródást írtam le, amin keresztül kellett menni akarat ellenére a paraszti rétegben dolgozó embereknek. Úgyhogy ezt szimbolizálja az ördögszekér gyakorlatilag. Azt a sodródás, hogy akaratán kívül is alkalmazkodnia kellett mindig. És mit is jelent a cím? Az ördögszekér az egy növényt jelent, én úgy tudom. Gyakorlatilag azt a sodródást jelenti, amin ennek a paraszti rétegnek keresztül kellett menni. Az előző könyv, az én nekem úgy hirtelen elszaladt az idő, mondta, hogy 8 évvel ezelőtt jelent meg, az egy más társadalmi réteget és más szokást elevenített föl. Lesz a következő? Hát erre nagyon nehéz válaszolni, annál is inkább, mert ugye egy könyv megjelenéséhez meg kell érnie a dolgoknak az ember fejébe, hogy azt kerek egészként tudja az ember könyvformájában megjeleníteni. Hát nem tudom, hogy sok minden van még a fejemben, de hogy annyi időm lesz-e még a Jóisten, de még annyi időt, hogy még egy könyvet megírjak, ez még rejtély. Hát akkor ez a rejtélyek napja, hiszen hamarosan megtudjuk, hogy hogyan is született ez a könyv, hiszen bemutatja a jelenlévőknek. Kik segítettek önnek ebben, hiszen úgy tudom, hogy vannak, akik a nyomdai munkákat is segítették. Igen, nagyon nagy segítséget kaptam a családomtól, családom minden tagjától, feleségemtől, fiamtól, lányomtól, vejemtől, menyemtől, sőt még az unokáimtól is a biztatáson keresztül, hogy ők voltak azok, akik legtöbbet segítettek. Nyilván a lektor is barátom, a szerző, szerkesztő is barátom, akik szintén terelgettek, hogy ezt esetleg másképp kellene megírni, vagy másképp kellene megfogalmazni, úgyhogy ők nagy segítségemre voltak. És kik ők? Ők gyakorlatilag a szerkesztő, ő a Gálné Judit, és Gál Dénes egy agrármérnök barátom, balasagyarmati lakosok mindketten. Akkor azt gondolom, hogy ők is szívesen olvasták ezt a könyvet. Én azt kívánom, hogy akkor legyen még ereje, hiszen ahogy elmondta, nagyon sok gondolat van még a fejében, és akkor találkozzunk ne 8 év múlva, hanem egy picit hamarabb egy következő könyvbemutatón, és ehhez pedig sok sikert kívánunk. Én köszönöm szépen a jó kívánságot, meg a biztatást. A Déliné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár nevében szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket Kun Lajos Ördögszekér című könyvének bemutatóján. Tisztelettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszony, Pánti Ildikó képviselőnőt, Szepesi Tibor képviselő urat, intézményünk igazgatóját, a kedves televízió nézőket és önöket természetesen, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm és mutatom be önöknek Gálné Versényi Juditot, aki a könyvet kiadásra szerkesztette. Kedves férjét, a kötet szakmai lektorát, Gál Dénes urat, Rideg István urat, irodalomtörténész, és akinek az Ördögszekér című írást köszönhetjük, a szerzőt, Kun Lajos urat. Szeretettel köszöntöm a könyv bemutatásában segítséget nyújtó kolléganőimet is, Fülöp Ilonát és Szabó Péternét. Nem első kötetes szerzőként mutatkozik be itt ma délután Kun Lajos, hiszen 2009-ben megjelent a Hortobágycéli Parasztpuskások című könyvében, már megcsillantotta íráskészségét, anekdótákat és személyes vadászélményeket, tapasztalatokat osztott meg olvasóival. De természetesen nem csak az előbb említett könyv lapjairól ismerhetjük a szerzőt. Sokan agrárszakemberként, vadászként, galambászként már évtizedek óta jól ismerik. Karcagon büszkék lehetünk, és vagyunk is gazdag helyismereti gyűjteményünkre, a városban élő, alkotó vagy elszármazott kutatókra, írókra és mindazokra, akik már nem lehetnek közöttünk. De talán nem túlzás, ha az Ördögszekér című írást mégis hiánypótló munkaként soroljuk a helytörténeti kiadványok közé. Egy karcagi és egy kisújszállási vállalkozás mellett Karcagváros önkormányzata is támogatta a könyv megjelenését. Köszönet érte! Dobos László polgármester úr sajnos egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni mai rendezvényünkön, de a kötet kapcsán megfogalmazódott gondolatait megosztotta velünk. Felkérem Fülöp Ilona kolléganőmet, hogy tolmácsolja polgármester úr gondolatait. Ajánló. Én nem mehetek el innen soha sehova. Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom, millió sárba ragadt paraszt a szomszédom. Ezeknek sorsa az enyém, s az is marad örökre. Veres Péter, én nem mehetek el innen. Néhány évvel ezelőtt olvastam Kun Lajosnak, a kiváló karcagi agrárszakembernek, egykori termelőszövetkezeti elnöknek a Hortobágycéli Parasztpuskások című könyvét, melyet nagyon hasznosnak és érdekesnek találtam, így most is kíváncsisággal kezdtem olvasni a kéziratát. Már a kiadvány címe is megfogott, hiszen tudjuk, a puszták növénye az iringó, azaz ördögszekér, amely ha beérik és elszárad, lefújja a szél a száráról, és görgeti maga előtt végig a mezőn, hogy magját elszórva ismét új élet sarjadjon. Ahogyan a szerző írja, járja a maga útját. Ilyen az ember is, járja a maga útját, hajtja valami előre, különösen a mi szikes vidékünk embereit, a kunokat, akik szívóságuk és makacságuk révén boldogultak itt évszázadokon keresztül, s megtanultak alkalmazkodni a körülményekhez. A család szeretete, a róluk való gondoskodás aggodalma, a föld és a munka megbecsülése adott erőt a nagykunságban élő generációknak, évszázadokon át. Ezen az úton haladtak előre Kun Lajos ők, déd és nagyszülei, édesapja és édesanyja, akiknek büszkeségét, bölcsességét, a természet és a föld szeretetét örökölte, és ezt tudatosan igyekszik tovább örökíteni. A rövidebb, hosszabb fejezetekből álló írás ízelítőt ad egy a szakmáját szerető és értő ember múltbeli tapasztalataiból a pártállam, szüleit sem kímélő, kuláküldöző, padlássöprögető politikájának az egyénre, a családokra gyakorolt hatásáról. Ezek a múltban gyökerező hatások átívelnek minden fejezeten, hiszen a család bemutatása mellett sok értékes adalékot is megtudhatunk
az erőszakos kényszer kollektivizálásról, a létrejött mezőgazdasági szervezetekről, ellentmondásos működésükről, a földprivatizációról, a megszűnt szövetkezetekből kilépők újrakezdéseiről, a sikeres egyéni vállalkozókról és mezőgazdasági KFT-kről, holdingokról. A könyv olvasása közben megismerkedhetünk Kun Lajos és őseinek egész életükön átívelő iránytűjét, földből élő emberek emberpróbáló munkájának tiszteletét, a történelmi események egyéneket érintő hatásának megértését, s az ahhoz történő megalkuvás nélküli alkalmazkodást, a föld és a növénytermesztés, valamint az állattenyésztés ismeretét és szeretetét. Ízelítőt kapunk a karcagi, kunmadarasi mezőgazdaság évtizedeiről, az 50-es, 60-as évek szakmaiságát nélkülöző pártirányításról, amely nekünk így utólag hihetetlennek, olykor tragikomikusnak tűnik. Olvashatunk a szövetkezetek megalakulásáról, majd szétverésükről, a háztáji gazdálkodásról, a boldogulni akarók kemény munkájáról és erőfeszítéseiről egyaránt. Az írásban jelen van a bölcs derű, és megcsillan a humor is egy-egy pusztai ember személyiségének bemutatásában. A szerző felidézi a rendszerváltozás időszakát, a sikereket és az anomáliákat. Ír a hitről, a reményről, elhibázott döntésekről, iránymutatásokról. Életképet olvashatunk a tanyasi életről, a régi majálisról, a családi és baráti együttlétekből, a közösségek összetartozásáról, a közös sorsot megért parasság föld és természet iránti szeretetéről. Jellemzései reálisak és tapintatosak, sohasem bántóak, akár a gyalogmunkásról, akár a szakmai társakról, vezetőkről szólnak. Kritikai megjegyzéseit szakmai tudása, a munka iránti alázata hatja át, jobbító szándéka vitathatatlan. Képet kaphatunk a mindig megújuló és a mindent túlélő kunsági emberek mindennapjaiból. Őszintén, köntörfalazás nélkül ír a jelenről is. Több évtizedes múltat felidéző Ördögszekér címet viselő könyv mindannyiunk részére értékes és hasznos ismereteket, tudást és tapasztalatot közvetít. Rólunk és szüleinkről is íródhatott volna. Nem csak a karcagiaknak, kunmadarasiaknak, a nagykunságban élőknek, de valamennyi múltunk és jelenünk iránt érdeklődő, leendő olvasónak szeretettel ajánlom Kun Lajos olvasmányos és tartalmas könyvét. Karcag, 2017. február 8. Dobos László polgármester. Köszönöm szépen. Polgármester úr ajánlása után pedig felkérem a szerzőt, Kun Lajost, hogy szóljon néhány szót a jelenlévőkhöz. Tisztelt hallgatóság! Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a könyvbemutatón. Örülök, hogy ilyen szép számmal eljöttek. Külön tisztelettel köszöntöm a polgármester asszonyt, a képviselőtestület tagjait, a Dényeri Művelődési Központ és a könyvtár vezetőit, akik segítettek abban a munkában, hogy ez a könyvbemutató létrejöjjön. Mindenek előtt engedjék meg, hogy köszönetet mondjak legelsősorban családomnak, és a családom minden tagjának, akik segítették munkámat abban, hogy ez a mű megjelenhessen. Köszönöm feleségemnek a gépelést, köszönöm fiamnak a borítóterv elkészítését, köszönöm lányomnak a szerkesztésben való részvételt, a betűméretek megtalálását, köszönöm a vegyemnek a fotózást, köszönöm a menyemnek a iringó grafikájának elkészítését, sőt, még a unokáimnak is köszönöm az érdeklődést, mikor kérdezték, hogy papa, te könyvet visz? Mondom, igen, kicsim. Lehet, hogy csak annyi volt a válasz rá, hogy a csodálkozás lehet is biztatólag hatott. Nem szeretném szaporítani nagyon a szót, hisz az idővel gazdálkodnunk kell. Szeretném felolvasni a könyvből azt az előszót, amit én adtam ennek a könyvnek.
egy dolgot előre bocsájtok, hogy igaz történeteken alapulnak ezek a leírások, amik ebben a könyvben vannak, még akkor is, hogy esetleg a helyszín vagy a név nem pontosan azonos néven szerepel. Minden ember életében vannak ellentmondások. Vannak vélemények, melyek ma igazak is lehetnek, de idővel a körülmények változásával azoknak is formálódniuk kell. Az én korosztályomnak és apáinknak sok mindent meg kellett élnie, hisz a társadalmi változások, az azon belüli formációk mindig újabb és újabb kihívásokat, alkalmazkodást követeltek. Az ember beleszületik a társadalomba, nem sokat tehet annak, mint egyén megváltoztatására. A változásokat sokszor külső, emberek feje fölött átnyúló eszmék generálják. Igaz, hogy ez azt is emberi érdekek, érdekcsoportok alkotják. Most a vidéki paraszti élet bemutatása a célom, a teljesség igénye nélkül. Az a sodródás, hogy ezt a réteget mindenkorban sodort a környezetének változása. Könnyű szidni egy-egy korszak emberét, főleg, aki nem is élt abban a korban. Persze utólag minden egyszerűbbnek tűnik, de megélni az teljesen más. Szubjektív elemeken keresztül igaz történeteket beleszőve szeretnék korrajzot festeni a magyar parasságról, ahogy szüleim, majd én és kortársaim megéltük. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen az élő előszót. Hosszan gondolkoztunk azon családommal és kollégáimmal együtt, hogy a könyvnek mely részletét válasszuk ki ahhoz, hogy be tudjuk önöknek mutatni, melyik az a legjellemzőbb fejezet, amelyel bepillantást engedhetünk a ma bemutatásra kerülő írás témájába, a szerző stílusába. Ezért felkérem Szabó Péterné kolléganőmet, hogy olvassa fel a könyv címadó fejezetét. Talán ez a legjellemzőbb. Számunkra ez volt mindig a visszatérő. Kerülgetni kellett a Mazda terepjáróval a nagy traktor vágta nyomokat, gödröket, amelyeket betakarításkor hagytak hátra a gazdálkodók a dűlő utakon. Édesapám ült mellettem. Rábeszéltem, hogy nézzük meg a földet, amit kárpótlásként kapott a jogtalanul elvett 106 katasztrális holdért. Nézzük hát, hogy garázdálkodik rajta a gyönyörű Kft. Morogta. Ugyanis eszköz hiányában a föld bérbe lett adva, és maradt haszonnak a bérleti díj. Kisebb-nagyobb táblák sorakoztak az út mellett, egyik-másik elhanyagolt állapotban. Látszott rajta a pénzhiány, vagy a hozzá nem értés. A nagymező határrészen jártunk, ami a település egyik legjobb szántóit foglalja magába. Sorolja is apám, hogy melyik, kinek a földje volt, hol, milyen tanya állt. A helyszínre értünk. A búzát betakarították, majd talaját szépen megtárcsázták és lehengerezték, ezáltal az árva kelés már foltokban, kelő állapotban látszott. Két John Deere traktor már szántotta a szélét, amit én jó minőségű munkának ítéltem. Édesapám sorolta. Ide kell tanyát építeni a partra. El a lakba rá az istálót, ott a laposba legel majd a tehén, meg az útfél. Na miért nincs lekaszálva? Hát vitába keveredtünk, ahogy a generációs nézetkülönbségek előjönnek minden családba. Hiába mondtam, hogy itt a nagy feszültségű villanyoszlop sor, de a vezetéket már lerabolták róla, nincs köves út, kutat kellene fúratni, meg a fürdőszoba, és így tovább. Ő azt mondta rá, hogy én még fiatal ember vagyok. Nem tudhatom, hová vet a sors, itt még meg tudom húzni magam. Nem vitatkoztam tovább, hisz ő már túl volt a 80-on. Sokszor átgondoltam, mind mehetett keresztül a család, miután elvették mindkét házat. Egyiket a Csokonai, másikat a Malom úton, elvették a tanyát, eszközöket, állatállományt. Földön futóvá tették családunkat, csak azért, mert a tehetősebb, kisbirtokosi réteghez tartoztunk. Kevés szó esett köztünk az elvétel körülményeiről, annál több arról, ahogy előtte éltek.
Nem akarták a sebeket feltépni, nem akarták a fájdalmat megosztani. Jobb, ha kevesebbet tudunk arról a rákosi korszakról. Szüleim élték azt meg, és nem szégyenből, hanem inkább félelemből és bölcsességből nem beszéltek róla. Mert ehhez is bölcs előrelátás és bátorság kell. Azért nem osztották meg az akkori fájdalmukat, mert nem jó, ha tudjuk a részleteket. Mert ők tudták, hogy egy-egy elejtett szóért könnyen bajba kerülhet az ember. Soha nem békéltek meg sorsukkal. Ezért nem fogadták el a termelőszövetkezetet sem. Most is azért volt a megjegyzés a KFT-re, hogy hogy garázdálkodik. A szemben lévő táblában műveletlen tarló terült el, amin egy iringót görgetett a szél. Szegény apám gondolataiba elrévedve hosszan utána nézett. Ebben a kifelé alig látszó filmben, ami az ő szemében lepörgött, benne volt múlt és jelen, a jövő bizonytalansága, benne a paraszti élet szépsége, de egyben gyötrelme is, amit ennek a rétegnek mindenkorban át kellett élnie. Amikor tekintetünk találkozott, csak annyit mondott: ezt is viszi a sorsa, hajtja a szél akarata ellenére. Ez az egy rövid mondat nyomot hagyott a lelkemben. Soha nem gondoltam, hogy egy ördögszekér, amit a szél görget tova, régen elfelejtett tudást tár fel agytekervényeim mélyéről. Belegondoltam a régi korok paraszti életébe. Valóban, igen hányatott, mindenkor kiszámolhatatlan volt a mezőgazdaságból élők sorsa. Köszönöm szépen az élvezetes előadást. A szerző és Rideg István irodalomtörténész ismerettsége hosszú évtizedekkel ezelőtt a Gábor Áron gimnáziumban kezdődött. Tanár úr segít nekünk most megtalálni az Ördögszekér című írás helyét a magyar szociográfia és emlékirat irodalomban. Hát, kedves közönség, én régóta ismerem Kun Lajost, és csak néhány gondolatot erről az ismerségről. Volt én nekem valamikor az iskolában egy kitűnő önképzőköröm, és ottan kitűnő vers és prózamondók voltak, Baranyai Anita, aztán Antali Ancsa, Rátai Noémi, és egyszer Kun Lajos barátunk azt mondja, hogy jó lenne, hogyha az öregek előtt, a TS öregjei előtt valami kis műsort mondanánk. Elmentünk, nagyszerű fogadtatásunk volt, de hát mi is kitettünk azért magunkért, mert Antali Ancsa Váci Mihálynak, már lehet, hogy nem is ismerik Váci Mihálynak a nevét, a Parasz Legenda című költeményét, csodálatos költeményét mondta el, Rátai Noémi pedig Simon Istvánnak a Mirza című szép versét. Ezek a művek máshol is elhangzottak, sőt díjakat is nyertek. Mostan pedig én egy kicsit más dimenzióba helyezném ezt a könyvet, Kun Lajosnak a könyvét, amit nagy szeretettel olvastam el, és a mondandómnak azt a címet adtam, hogy a magyar nép értékeinek védelmében. Értékmentés, népi írók, szociográfia, emlékiratok. Egy orwelli axióma: aki uralja a múltat, az uralja a jövőt is. Aki uralja a jelent, az uralja a múltat is. Akár egy, a megmaradásunkat szolgáló, a magyar nép értékeinek a védelmében történő mozdulat jelmondata is lehetne. A mai irodalmi kánon kialakulására nagy hatással volt a szegedi Maszák Mihály által szerkesztett a Magyar Irodalom Történetei 2007 három vaskos kötete:
Hatással volt a Petőné Nagy Csilla írta középiskolai irodalomkönyvekre is, amelyek elsősorban nem az érzelemre, hanem az értelemre ható, tömör, feszes, nagyon intelligens nyelvvezetőek, talán minden tanuló nem is tud velük megbirkózni. Szegedi Maszák azt sugallja az előszóban, hogy a helyi hagyományok különösen veszélyeztetett helyzetbe kerültek a jelenkorban. A szelektálás a napi sajtóbeli cikkek torzulásában már oda vezetett, hogy Horváth Viktor Ki a vitéz című cikkében, Magyar Nemzet 2016. november 5, Petőfi János vitézét marasztalja el. Sok erő, kevés ész, ez Rambó világa. Vekerle Szabolcs pedig Nényei Pállal készített riportot, és ír egy izompacsírt a hőst. Magyar Nemzet 2016. november 12. Oda jutottunk, hogy már meg kell védeni a János vitéz, a toldi és a toldi estéje nemzeti értékeit is. Petőné Nagy Csilla okos és ügyes irodalom 12. második kötet 2013 című tankönyvében, amely egyébként szemléltető anyagában pazar, gondolkodtató feladataiban gazdag, remek dolog, hogy Tamási Áron 1897-1996, I.S. Gyula 1902-1983 és Németh László 1901-1975 szerepet kap egy-egy művével. Remek a szociográfia és az irodalmi szociográfia műfajának meghatározása is, de elsikkad a népi írók 1930-as évekbeli grandiózus szociográfia sorozatának jelentősége. A népi írók táborából Veres Péter csak az Alföld parasztsága 1936 szociográfiájának említésével szerepel. A juhászból lett népi költő Sinka István 1897-1969, akinek a népi szürrealizmusa, mint Görömbei András megállapítja, a költészet 1945 utáni fejlődésére óriási hatást gyakorolt. Csak a neve említésével. A népi írók névsora tudomást sem vesz Erdei Ferencről, Kovács Imréről, Darvas Józsefről és Horribile Dictu Szabó Párról. Szabó Pár 1893-1970 lírai realizmussal újította meg a parasztábrázolást. Megírta a Szép szegénységet, Lakodalom 1942, Keresztelő bölcső 1943, amelynek cselekménye 1930-ban történik, a gazdasági világválság idején, és amelyből Bán Frigyes 1948-ban olyan világhírű filmet rendezett, amely 1949-ben a Marianske Lanze-i filmfesztiválon nagy díjat kapott, és csak 25 ország vásárolta meg. A most felnövekvő magyar gyerekek jó részben már csak ezekből az olvasmányokból ismerhetik meg az őseik letűnt, de tanulságos világát. Veres Péter 1897-1970 megírta a Magyar Szegényparasztság enciklopédiáját, a Balogh család történetét, Szolgaság 1950, Szegények szerelme 1952, János és Júlcsa 1957, Hitelesen. Cine Mihály még méltón emlékezik Veres Péter családregényére, Nép és irodalom 1981. A globalizmus és a mindent folyton relativizáló posztmodern uralma idején a mai olvasók, a ma még olvasók, jó része már kiéhezett a hitelesség igaz, aprólékos értékeire, szépségeire, erejére. A népírók a néprajzosoknál hitelesebben mutatták be a horti rendszerben élő szegények mérhetetlen nyomorát, ugyanakkor ennek az életre való népnek a lelki erejét is. Kár elfeledtetni őket. A hagyományt félteni, védeni kell, nem szabad elárulni, letagadni vagy elhallgatni. A népírók irodalmi szociográfiájával távoli rokonságot mutat Körmendi Lajos 1946-2005, a nagykunság legnagyobb írója, költője, irodalmi lelki szervezője,
Boldog emberek 1985 című portrésorozata. A Körmendi vezette karcagi barbarikum könyvműhelyben jelent meg az akkor Vésztőn élő Roth József irodalmi szociográfiája, a Sárréti sors 2001. Az olvasmányosan író első könyves karcagiak is kitettek magukért. A pedagógus dinasztia nyugdíjas, a Kárpáti Jenő 1928-2011 gyors egymás utánjában két művel is kirukkolt, a Keserves 2006 életrajzi regénnyel és a Messzelátó pásztorral 2009, amely a karcagi néptanítókról szól. E két könyvével a tájhaza társadalmának érzékletes megjelenítője lett. A Mezőgazdász Nagy Jenő önéletrajzi regénye, a Szél járt a mezők 2009, a tiszavidéki alföldi ember empirikus látásmódját örökíti meg, beszélő neveket talál ki, karcag helyett szikvárt mond, tilalmas helyett keservest, de igen értékes emlékiratot írt a nyugdíjas iskolaigazgató Erős András 1924-2009, aki megszökött az amerikai hadifogságból, ez a szerencsés élet 2006, továbbá a Dont, majd a szovjet lágereket megjárt 101 éves Szilárd Ferenc 1911-2012, aki ugyancsak nyugdíjas pedagógus volt. Az ő műve az Életem 2011, mindegyik a lelki épülésünkre szolgál. Ezek az ahogy lehet helytállás kordokumentumai. Mindezeket az író embereket említsük és idézzük. És akkor a múlt nem múlik el Körmendi Lajos szavaival élve, csak jelennél Szilárdul, Isten örök jelenévé, egy arc rétegei 2001. Bennünk az érdemes múlt jelen lesz az életünkben. A népek irodalmi szociográfiáival távoli rokonságot mutató, ma élő karcagi írókkal is dicsekedhetünk, akiket, mintha még a Szabó Pált és Veres Pétert annyira jellemző vágy, a példaadás megörökítésének vágya is áthatna, miközben rögzítik a látleletet, helyenként vádirattá növelve a figyelmeztetést. A hagyatékőrző Bihari György emlékirata, az Apáink hagyatéka 2015 esszészerűen dolgozza fel a tapasztalatait és a családja életét. A korfestő tapasztalat átadás igénye többször a tárca műfaját választja Kun Lajos Ördögszekér 2017 című művében. A tények leírása mellett a személyes élmények, a saját történetek társadalmi összefüggésrendszerbe kerülnek. Bihari György hitelesen ír a karcagi május 1 TS pusztulásáról, Kun Lajos az 1992-ben átalakult szövetkezete elnökeként a lehetőségeiről. Kun Lajos keretes megszerkesztésű könyvében az Aranymetszetben van négy olyan ütős tárca novellája, karcolata, amelyik bármely vidéki folyóiratban megállná a helyét, vagy közölhetné a megyei játszkunság évkönyv következő száma. Ezek az Egy kivételes befektető, a Kisparaszt, a Kabai Mihály bácsi és a Próbálkozás. Ezeket az értékeket is mentenünk kell, mert a küzdő, helytálló ember szólal meg bennük. Bihari György azt mondja, egyszerűen egy lokálpatrióta érzelmű, a nagykunság porát, sarát szerető és tisztelő, földhöz ragadt parasztember gyerekének éreztem és érzem magam. Kun Lajos meg azt, a parasztembernek függetlenül a kortól, rendszerektől mindig sokat kellett dolgoznia. Lényeges dolog, hogy érteni és szeretni kell a hivatást. Szeretnék minél több tapasztalatot átadni gyerekeimnek, unokáimnak, de azt is tudom, hogy nekik is végig kell menni azon az úton, ahol a nagyszüleik, szüleik saját botlásaikkal együtt haladtak. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna mondani. Így függnek össze a kicsi és a nagy dolgok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen tanár úrnak, hogy
irodalomtörténeti áttekintést adott nekünk, és azt is, hogy a végén egy pici elemzésbe is bocsátkozott. Nyilván ez az irodalomtanári múltjából adódik. Köszönjük szépen még egyszer. Én olvasóként mondhatom, hogy egy nagyon élvezetes és könnyű, de mégsem könnyű olvasmányt tarthatnak majd azok a kezükben, akik vagy a könyvtárból kikölcsönzik, vagy megvásárolják itt ma délután ezt a könyvet. Gálné Versényi Judit volt az, aki kiadásra szerkesztette az írást. Kézirat szerkesztőjeként azt gondolom, hogy a teremben ülőknek is talán neki van, illetve tanár úrnak tapasztalata abban, hogy hogyan folyik az ilyen munka. Én kérem, hogy beszéljen nekünk néhány szót a könyvről, illetve erről a munkáról. Kedves közönség, jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok. Engedjenek meg először egy előfeltevést. Önök gondolom azért jöttek el erre a könyvbemutatóra, mert ismerik, tisztelik, szeretik Kun Lajos, tudják róla, hogy kiváló mezőgazdász volt, hogy galambász, halász, vadász, kutyanevelő, és most részesei akartak lenni életének egy fontos momentumának, második könyve megjelenésének. Ugye így van? Hát én meg kell mondanom, hogy pont fordított sorrendben ismertem meg őt. Először első könyve kapcsán találkoztunk, és most nagyon örültem, hogy már második alkalommal volt módom közreműködni, kicsit segítkezni abban, hogy a gondolatai a megfelelő, őket megillető formában szólaljanak meg. Aki már próbálta, az tudja, hogy az írás nem mindig olyan könnyű dolog. Az ember ül egy árkus papír előtt, vagy nézi a képernyőt, és azon gondolkozik, hogy hogyan is öntse szavakba a fejében gomolygó sok-sok gondolatot, hogy azt értse rajta az olvasó, amit ő akar. Hát Kun Lajos első könyvét azért vettem érdeklődéssel a kezembe, mert ott a vadászat volt a főszereplő. Aztán jobban belemerülve rájöttem, hogy sokkal több van benne. A nagykunság mezőgazdasági története rajzolódott ki a parasztpuskások oldalain. Nem csak anekdotákat mesélt, hanem történeteiből megelevenedett egy táj, egy korszak, egy folyamat, ahogy ez az önök számára olyan fontos vidék arculata alakult vadászati, természeti, gazdasági szempontból. Háttérkutatásaival komoly szociográfiai művet tett le az asztalra. A most megjelenő Ördögszekér egy kicsit más. Itt Kun Lajosnak saját életét követhetjük nyomon. Ebből következően az írásnak a hangneme is sokkal személyesebb. Ez, ami azért is érdekelt engem személy szerint, mert meg kell mondanom, hogy nekem igazándiból csak irodalmi élményeim vannak a paraszti világról. Nekem úgy hozta a sorsom, hogy nekem pesti nagymamám volt, meg miskolci nagypapám, és nem igazán fogtam fel, amit ismertem is belőle, nem igazán fogtam fel ennek a vidéknek, ennek a tájnak a mozgatórugóit. Ebben az Ördögszekér könyvben elindulunk a nagyszülők, a szülők világából, és a gyerekkori emlékektől a nagy történelmi változásokon át megismerjük a felnőtt tapasztalt embernek a pályafutását, világlátását. Ahogy leírja a munkahelyeit, feladatait, ismét megjelenik a hortobágyi parasztpuskásokból megismert vidék, de itt már nem csak a történelem alakította tájat látjuk, hanem azt a tájat is, amely amilyennél Kun Lajos munkája nyomán vált. Kiolvashatjuk a soraiból azt, hogy minden helyzetben törekedett arra, hogy szűkebb és tágabb környezete fejlődjön, és hogy a munkatársai emberhez méltóan érezzék magukat. Ezt a hozzáállást nyilván a felmenőitől tanulta. Az is nagyon fontos szociográfiai értéket képvisel, hogy megismerjük a nagyszülők, a szülők gazdaságát, ennek a gazdaságnak a beosztását, a rendjét, és azt az emberséget is, ahogy az alkalmazottaikkal bántak, amelyet egy normális lelkületű ember nem is felejt el. A családot is egy ilyen volt dolgozójuk figyelmeztette annak idején, hogy el kell hagyni az otthonukat, mert veszélyben vannak.
Itt is komoly kutatási munkát tapasztalunk. Táblázatokat illesztett be Lajos a könyvbe, különböző terméseredményekről, műtrágya felhasználásról, szóval igazi tényeket egy működő gazdaságról és több működő gazdaságról. A személyes sors és a gazdasági elemzések mellett felbukkan a könyvben számos epizód szereplő, akikről az előbb tanár úr is beszélt, akik közül lehet, hogy önök is ismertek néhányat, és akiknek a sorsa valóban jó például szolgál egy társadalmi korszak bemutatásához, ahhoz, hogy hogyan alakítja a történelem az embert, és hogyan alakítja az ember a történelmet. A különböző epizódok egy szép logikai ívet alkotnak, így az írás nem esik darabjaira, nem esik szét, annak ellenére, hogy valóban sokféle történettel találkozunk. Végül még egy utolsó dolog. A könyv befejezésében Lajos tartalmilag és érzelmileg rendkívül szépen foglalja össze a mondandóját, visszakanyarodik az ördögszekér kezdő képéhez, és így keretet ad a történetnek. Ez a befejezés számomra egy komoly irodalmi értéket is képvisel, és most engedjék meg, mit már az utolsó szavakat hallottuk idézni, de én egy bekezdést szeretnék idézni ebből a befejezésből. Szeretem az egyedül létet, ahol mégsem vagyok egyedül, mert ezek a képek nem engedik, hogy magányos legyek. Hányszor csapott meg a hajnali hűvös fuvallat kint a határban, ugyanúgy, mint nagyszüleimet, szüleimet. Amikor nagyszüleim tanyahelyén állok, kezembe veszek egy cserépdarabot, valami különös lelki csendet érzek, amit kimondani szavakkal kifejezni nem lehet. Legalábbis én nem tudom. Nem a pusztítást érzem, hogy lerombolták a tanyáikat, hanem az életet látom körülöttük, a zilált szénakazlakat, a szépen gömbölyödő, jól tartott jószágokat. Hisz az öreg körforgásnak ők is részesei voltak, mint a mag, mely vetés után kikel, majd termést hoz és elpusztul. De magja új életnek ad reményt, hogy belőle új élet képződjön. Gyökereimet keresem ebben a semmivé vált múltban. Az emberi sorsok ismétlődnek, sodródnak, mint az ördögszekér, de ez a széltől hajtott mezei ingó is így hullatja, veti el magját, hogy belőle új élet keljen. Bátran ajánlom hát, hogy olvassák el ezt a könyvet, mert önöknek, akik itt élnek és részesei voltak annak, aminek Lajos is részese volt, biztos, hogy nagyon szép élményt fog nyújtani. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen ezeket a kedves szavakat, és azt, hogy így indítja útjára az olvasóit. Nem csak a szakma szeretete, a közös szakma művelése, de hosszú évtizedes barátság is összeköti Gál Dénest, a kötet szakmai lektorát, és Kun Lajost, a szerzőt. Most az előzőektől egy kicsit eltérően, kötetlenebb formában, baráti beszélgetés keretében ismerjük meg a könyvet. Hölgyeim és uraim, kedves Lajos, ha most egy táncos mulatságon lennénk, és Csík János lenne a banda vezér, akkor biztos így kiáltana fel, hogy sehonnan jó helyről. De nem, hogy jó helyről, nem, hogy jó helyen vagyunk, mert hogy könyvek vesznek körül minket. Itt megnéztem az előbb a szomszédunkban is könyvtárban, és engedjenek meg egy ilyen személyes kitárulkozás, nekem a könyvek rengeteget jelentettek egész életemben. Végigkísérték az egész életemet is. És ezért most, hogy a Lajos barátunk második köteténél tudtunk bábáskodni, ez egy külön nagyszerű élmény számomra és számunkra. Egy kis magyarázattal tartozunk, hogy kerülünk mi innen a messzi Nógrádból ide a Nagykunságba. Én nekem is a mezőgazdaság lett a karmám, hogy így mondjam, egy kicsit követve én is az édesapám nyomdokait, és az állami ellenőrzésen belül a vetőmag szakma lett az élethivatásom, és úgy adódott, hogy 2004-ben Szolnokon lett a munkahelyem, és egy alkalommal azt a feladatot kaptam, hogy Kunmadarason kell a hibrid kukoricák szántóföldi ellenőrzését végeznem, ahol találkoztam Kun Lajossal, és valahogy úgy érzem, hogy valahogy egymásra találtunk szinte azonnal, és ebből barátság lett. A beszélgetéseink során gyakran esett szó könyvekről, és
számos becses darabunkat kölcsönöztük egymásnak, és olvastunk. És hát ami a különlegessége a dolognak, hogy amikor az ember a barátja könyvét olvassa, akkor egy nagy nehézséggel is szembesül, mert hogy a barátság és a pallérozás között kell ugye egyensúlyozni ebben a dologban. Hogy a könyv születésekor sorról sorra néztük át a könyvet, majd elolvastam még egyszer, és azt tudom mondani, hogy a lelkülete teljesen átszivakodott belém. Sokszor azon kapom magamat, hogy a hosszú utak alkalmával erről gondolkodom. És viszont néhány gondolat is felmerül bennem az a gondolkodás közben, amit most megpróbálok kihasználni és személyesen megkérdezni Lajostól. Engedjék meg, hogy most egy kicsit én is helyet foglaljak, és az első kérdésemmel mindjárt ostromoljam is Lajost, hogy mitől kun a kun ember? Hát nem egyszerű a kérdés. Annak idején, mikor a 1200-as évek második, harmadik évtizedében a kunok bejöttek Magyarországra, és letelepedtek, majd különböző hányattatás során hol kivonultak a különböző politikai és bevándorló seregek miatt, akkor ugye csak megragadtak ezen a térfélen. Negyedik Béla és a többi uralkodó is igyekezett a kunokat letelepíteni, helyhez kötni, hogy hagyjanak fel a régi életformájukkal, az örökös vándorlással, legeltetéssel, a sátraikat hagyják hátra és házakat építsenek. Ez különleges nép volt ez, egy kicsikét szilaj, mondhatnám azt is, egy kicsikét vad nép volt még abban az időben, hiszen a magyarok akkor már picikét konszolidálódtak, hiszen fölvették a kereszténységet, majd ugye ez következett a kunoknál is. Telt múlt az idő, és csatlakoztak egy bejövetel során hozzájuk a jászok is, így a jászkunok is kialakultak, a kiskunok is kialakultak, ugye a kiskunhalas térségében, jászberény térségében a jászkunok, nagykunság térségében, Karcag és környékén. De ugye volt itt nálunk egy vendégeskedő sereglet, a törökök 150 évig, igaz, hogy nem hívt őket senki, de itt voltak. Ők ezeket a különleges bánásmódba részesült kunokat, meg az ő törvényeiket nem nézték semmiben, mert ugye gyaúrkutya volt számukra minden itt élő ember. És 150 év után, mikor ők elmentek, akkor próbálkoztak azzal a kunok, hogy azért csak kapják meg azt a szabadságjogot, amit nekik annak idején megígértek. Hát érdekes ez az emlékezés, hogy a génjeikbe hordozták ezt a szabadságjogot, és ekkor került sor 1745-ben az úgynevezett redemcióra. A redemció ugye gyakorlatilag egy megváltás volt, mert akkor se adtak ingyen semmit, ahogy most sem, és pénzért megváltották a szabadságjogukat, ami szántó területhez volt kötve, és a szántóval kapcsolatban kapták meg a szabadságjogot. Akik nem tudtak fizetni, nem volt elég pénzük, azok az éredemtusok lettek, akik pedig fizettek, a redemtusok. Tehát múlt az idő, és ugye kialakultak alulról jövő kezdeményezésképpen, szerveződésképpen a önkormányzatoknál a kunkapitányok megválasztásra kerültek, a főbírók, akik fölött a nádor állt. Ezek az emberek, ezek a kunok, akik itt éltek, nem függtek se a vármegyétől, se a földbirtokosoktól, a földesuraktól. Így éltek egy kicsikét szabadabban, mint ahogy a vármegyék lakói, földesurok befolyás alatt élő, esetleg jobbácsorban élő emberek. Jött az 1848-as változás, törvényi változás, amikor már nem akarták elismerni gyakorlatilag ezt a fajta szabadságjogot a kunoknak, hisz idegen volt ez a többi vármegye lakóitól, főnökeitől. Nem kellett nekik a nádor, nem kellett a kunkapitány, és ugye gyakorlatilag 1848-ban, 1953-ban, 1873-ban olyan törvényeket hoztak, amik megszüntették ezt az előjogot a kunságban élő kunok számára.
De ez csak ugye névleg történt, mert gyakorlatban ez a fajta szabadságjog tovább élt az emberi emlékezetben. Most, hogy eltelt még több mint 100 év, gyakorlatilag újra fölevenedett ez a fajta szokás. Igaz, hogy csak jelképesen, de újra kunkapitányokat választottunk. Így van nagy kunkapitány, így van jászkunkapitány, így van kiskunkapitány. Gyakorlatilag ugye ez a három központja van a kunságnak, és hozzá még 22 település csatlakozik. Hát ettől kun ember. Egy kicsikét más, egy kicsikét, hogy is mondjam, fafejűbb, egy kicsit, így mondom, nyakasabb. Ugye ezt meg kell jegyeznünk, hogy a itt érő emberek gyakorlatilag ezt magukének vallják, ezt a fajta tulajdonságot. Én ennyit tudtam volna, hogy röviden elmondani az idő hiányában. Hát van itt jó néhány olyan kollégám, ugye, hogy mondják azt, hogy zsíros nyakú kumpor, azt rá lehetne itt egy-két emberre ismerni, akik itt ülnek a sorok között, de most nem akarom név szerint őket megszólítani, de ez így van. Köszönöm. Én is köszönöm a élő történelem órát, és most egy személyeset szeretnék kérdezni, hogy a könyvben szereplő sok szép grafika, kép, tárgyi emlék, ez hogy maradhatott fenn a történelem viharában? Hát én erre nem tudok olyan választ adni, ami nagyon elfogadható. Nekünk természetes volt, hogy ezeket a családi erekéket megőriztük a családon belül. Gyakorlatilag, amit én írtam a könyvbe a polgári sodásról, hogy a településen élő emberek javarésze már kezdett polgárisodni. Ez is hozzátartozott, hogy megörökítsék őseiket, a családtagjaikat, fényképek tanúskodjanak az utókor számára erről, hogy is éltek akkor. Gyakorlatilag mi nekünk ez gyerekkorunkban ilyen féltvejőzött kincsünk volt, hogy nézegettük a fényképeket. Erről meséltek úgy nagyszüleim, mint szüleim nekünk estéken keresztül. Úgyhogy ez természetes dolog volt. Hogy igaz, hogy sok minden elkallódott a sok költözés kapcsán. Igaz, hogy mi gyerekek még akkor nem nagyon becsültük meg ezeket az erekjéket, holott jobban meg kellett volna, hiszen a könyvben említett, vagy bemutatott tajtékpipa is, ami nagyapámnak féltfejőzött kincse volt. Ezeknek még valamikor megvolt a csutorája, megvolt a szára is, de ezeket mind gyerekek eljátszottuk, és azok már nem maradtak meg, de ezek a fényképek, amiből ugye próbáltuk ugye családommal úgy összeválogatni azt a pár darabot, hogy azt a kort méltán tükrözze. Így maradtak ezek meg. Köszönöm szépen. Első könyvedben leírod, meg a másodikban is, azt az utat a Mátrába, ahol hazát találtatok a palócoknál. Hát engem az olyan mélységesen megilletett, hogy egyszer, amikor arrafele autóztam, elmentem abba a Bodony nevezetű zsákfaluba, föl is hívtalak, hogy itt vagyok, és én most láttam, hogy hol voltál. Azt viszont kíváncsi lennék, hogy hogyan jöttetek vissza. Azt említettem a könyvemben, hogy elvettek két házunkat, egyiket véglegesen államosították, a másik az éppen nem került államtulajdonába. Abba beköltöztettek először három rendőrcsaládot Kunmadarason, majd a három családból kettő maradt ott, és akkor a nagybátyámék, akik a Bodonyi ház kis kamrájába laktak, ők gyakorlatilag már egy füzesebonyi út után oda beköltöztek. Majd mikor a utolsó rendőrcsalád is kiköltözött, akkor volt lehetőségünk visszamenni Kunmadarasra. Hát akkor már elég romos állapotba állt a ház, még romosabb a hátsó épület, de előtte még volt egy tiszafüredi útunk, ez pedig a nagybátyámék háza volt, ami két részből állt, egy sütőházból és egy lakóházból. A lakóházba egy család lakott, mint lakó, a sütőházat kaphattuk meg. A madarasi ház azért volt érdekes, hogy ne maradjon üresen, és beleköltöztessenek valamit, és nagybátyám még először ugye oda költöztek, inkább nem a tiszafüredi házba, hogy az mindenképp megmaradjon a család számára. Gyakorlatilag így volt ez a hármas út.
Én gyakorlatilag ezt a mátrai kitérőt ugye másképp éltem meg, mint szüleim. Hát mint gyerek kerültem oda, nővérem ugye idősebb volt 5 évvel tőlem, ő megint másképp élhette meg. Én az utca gyerekeivel, a szomszédok gyerekeivel ugyanúgy játszottam, mint ahogy ők játszottak. Nem sok mindent fogtam föl, a szegénység természetesnek tűnt abban az időben, nekik is, nekünk is. Hát szüleimnek nem annyira, de sajnos ehhez kellett alkalmazkodni. Ezt éltük meg, nekünk ezt adta a sors akkor. Köszönöm szépen, ha hiszik, hanem ez nekem is újdonság volt, pedig nem keveset beszélgettünk egymással. Szeretnék egy közvéleménykutatást tartani önök között, hogy lábon álló rist kilátott már közelről. Hűha, ez nagyszerű, de megmondom őszintén, hogy még én sem láttam, de begyűjtettem példányokat, de még így egyben nem, és ez számomra megmaradt egy ilyen misztikus növénynek. Annak ide emlékszem, hogy az egyik egyetemi jegyzetemre szintén így ráragasztottam, így ez annyira különleges a termesztett növények között, és ez a könyvedben is egy fantasztikus rész. Nem is tudom, hogy lehetne megfogalmazni talán a paraszti élet nehézségét, azt hiszem egy szóban a sár, ha erről mesélnél. Hát valóban a rizstermesztés az a sárhoz van kötve, mivel a rizs az egy mocsári növény. Ugye tenyész időszakában végig majdnem vízbe van, kivéve a keresztés időszakát. Annak is van egy olyan fázis, amikor vízbe keresztünk, de itt az alföldi szikes talajokon, ahol vagy legelő volt, vagy a legelőt feltörve rizst, mert más növény nem nagyon termett meg benne. Ez volt egy kezdeti lépés a parasság életében, amikor a 40-es évek végén, 50-es évek elején alakultak ezekből a kubikus brigádokból, akik kézzel építették meg a rizsterepeket. Ők építették meg kubikus talicskával a csatornákat, öntöző csatornát, lecsapoló csatornát. Ők voltak, akik a úgynevezett kutricákat, kalitkákat kialakították, gáttal vették körül. Ezek akkor még voltak, csak egy pár száz négyszögön, mint egy porta nagyságú területek voltak. Ugye később, mikor a TSZ-ek elkezdtek gépesíteni, gyakorlatilag a technika megváltozott, képzett mérnök emberek, technikusok kerültek a szövetkezetbe, akkor már ugye beszintezett területeken, ahol plusz-minusz 5 cm terep eltérés lehetett egyik sarka meg a másik sarka között egy kutricának, gyakorlatilag ilyen jellegű 3-6 hektáros, 10 hektáros kutricák épültek, és ebbe történt a rizsdermesztése. Keserves munka volt, mert a sarat mindig taposni kellett. Tavasszal is, nyáron is, ősszel is a betakarításkor, főleg ez a két időszak volt, az a tavaszi és az őszi időszak, ami igen keserves volt. A gépeknek is, kombájnosoknak is, traktorosoknak is, rizsőröknek is, mindenkinek. Talán ennyit a rizsről, de ez volt az éltető erő. Könyvemben is írok róla, hogy sok család ezekből a rizs termésekből vett egy-egy házat évvégén magának, de másik évben, mikor elvitte egy betegség, például a Bruzone-féle betegség a rizst, akkor egy doboz gyufát vettek, hogy meggyújtsák a kutrisza sarkát, és leégett az egész, mert egy szikra termés sem volt. Hát ezek keserves időszakok voltak. Köszönöm szépen. A polgárosodás utáni vágya a parasztembernek a nagykunságban, az sokszor visszaköszön az oldalaidon keresztül, hogy erről, hogyha mesélnél néhány gondolatot. Hát a tanyavilág igazából az 1700-as években alakult ki. Hát ezek az emberek, akik kint éltek a tanyán, ugye egy kicsikét, még ugyanúgy, mint a régi kunok, egy kicsikét szilajok voltak, el voltak zárva egymástól, és majd idővel több időnek el kellett telni, míg ezek az emberek olyan tehetősebbek lettek, hogy a város lakókká váltak. A városban, településeken, falvakban mindig volt tanult ember. Mindig volt, akik egyetemet, főiskolát vagy akkori szintnek megfelelő gimnáziumot végeztek. Ezek az emberek voltak azok, akik példaértékű életet éltek öltözködésükben, viselkedésükben, és ők voltak azok, akik összefogták az egyszerűbb rétegeket, és különböző egyleteket, köröket hoztak létre. Lehet, hogy csak egy színjátszókör volt,
lehet, hogy épp egy úri kaszinó volt, lehet, hogy valami más jellegű tevékenység volt, de az itt résztvevő emberek gyakorlatilag próbálták viselkedésükbe, öltözködésükbe, mindennapjaiba, a mindennapi életükbe másolni azokat az embereket, akik őket beszervezték. Egyszer mondtad nekem, hogy tudnál nekem javasolni egy-két dolgot. Mondom, hogy ne javasoljál, mert én elég önjáró vagyok, és koromnál fogva nem tudom, hogy lesz-e még harmadik kötet. A fejemben még sok minden van, de ugye a természetfelelős az a megmondhatója annak, hogy lesz még erre időm, vagy lesz még erre erőm, vagy nem lesz. Hát erre most még nem tudok neked választ adni, hogy lesz-e, vagy nem lesz. Köszönöm szépen, de ez nagyszerű volt a számomra, hogy azért fontolgatod és benne van. Én kívánom, hogy adjon a Jóisten hozzá erőt, és még javítgathassunk sok-sok könyvedet itt. Köszönöm szépen, és írni, olvasni az egy nagyszerű dolog. Azzal szeretném bezárni a magam módján ezt a kis beszélgetést, ezt a rendhagyó hozzászólást, hogy tegnap, amikor indultunk otthonról, én segítséget hívtam a kis könyvtáramból, és mondom, hogy könyvek, segítsetek, hogy holnap nekem könnyebben menjen, és így lekaptam kettő kötetet a polcról. Az egyik a Hankó Béla, a Magyar háziállatok története, amit felhasználtunk a kötet lektorálásakor, és hát felütöttem az első oldalt, és legnagyobb meglepetésemre, képzeljék el, se nem kopaszodik, se nem őszül a szakára, egykorúak vagyunk, ami azt jelenti, hogy a könyvek időtálluk. A másik, hogy tényleg nem beszéltünk össze a tanárúrral, de egy másik kötet a kezembe került, Veres Péternek a Paraszti jövendő című könyve, és az előszót, így az ajánlást elolvastam, és valami hihetetlen módon friss és időszerű. Én megtisztelő figyelmüket megköszönve ezzel búcsúznék el, hogy ezt felolvasom. Ajánlás. Ezt a könyvet azoknak írtam, akik új országot akarnak építeni. Elsősorban a parasztoknak szól, de nem csak a parasztoknak szól, hanem minden dolgozónak, munkásnak és értelmiségének is, mert a munka és a feladat, mit el kell végezni, az ugyan a paraszté, de az ügy mindenkié. És elsősorban azoknak írtam, akik már hisznek, de nem csak azoknak, hanem azoknak is, akik hinni szeretnének, de még nem tudnak hinni. Végül pedig azoknak is, akik se nem hisznek, se nem akarnak hinni, hogy lássák, az új országot náluk nélkül is fel tudjuk és fel fogjuk építeni. Nem járok a felhőkben és nem élek álmokban. Megmutatom a nehézségeket is. Hadd harcoljanak a vélemények és ellenvélemények. Célom az, hogy együtt hordozzuk és vitassuk a paraszti jövendő gondját. Ebben a jövendőben a magyar nép sorsa rejtőzik. Mindenki segítsen formálni ezt a sorsot a történelem és a kor útmutatása szerint. Amit őseink 100 évvel ezelőtt kezdtek, folytassuk és fejezzük be becsülettel. Építsünk új országot, és szülessen benne új nemzet. Köszönöm szépen. Ezzel a kis beszélgetéssel a mai könyvbemutató formális részének végéhez értünk. Én egy kérdést tennék fel, bár ezt megbeszéltük, mert amikor én kezembe vettem a könyvet, és igazgató úr is kezébe vette a könyvet, akkor az első gondolat, hogy kinyitottuk, megláttuk azt az idézetet, amit most nagyon nehéz nekem élő szóban, illetve prózában elmondani, hiszen szerintem valamennyiünknek a fülébe cseng ez a Magna Cum Laude dal. Népszerű ez a dal, nagyon sokan játsszák a rádióban, és két sor belőle nagyon megfogta Lajos bácsit, és kérdezem én, hogy miért. Ez a következő két sor, ha utad egyszer a végéhez ér, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Én azt szeretném megkérdezni, hogy honnan a motto? Hát erre nem egyszerű válaszolni. Ez a motto, amikor 10 évvel ezelőtt meghallottam én ezt a dalszöveget, és ezt az egy-két sort, amit ez a fekete cigánygyerek Mező Misi megfogalmazott, akkor én ezt nagyon magamévá tettem, ezt a két sort. Annál is inkább, mert szerintem ő is érzékeli azt, amit én is érzékelek a mindennapok során, hogy sok ember megtagadja a múltját,
megtagadja a szüleit, megtagadja a nagyszüleit, megtagadja a saját életéből azokat a kellemetlen időszakokat, amiket meg kellett neki élnie az alkalmazkodás során. Én nem osztozom ezekkel az emberekkel. Ezek az emberek, akik így élnek, így gondolkoznak, azok időskorukra mind gyökértelenné válnak, és barát nélkülivé válnak. Én ezt így látom. Nem közhelyként mondom, de én igyekeztem áthozni régi életemből, a szüleim életéből azt a parazsat, amiből egy új lángot lehet lobbantani, és én ezt a lángot próbáltam meggyújtani a saját lelkemben, mert ennek a lángnak minden ember életében valamilyen szinten lobogni kell. Én ezt így látom. Hagy mondjak egy történetet az előző fajta emberről. Egy alkalommal találkoztam egy ismerősömmel, és két kisgyerekét vezette az úton. És akkor azt mondja, jól nézzétek meg, gyerekek, ezt a bácsit, mert ez volt az utolsó TSZ-elnök Karcagon. Ugye ez úgy szíven ütött egy kicsit, mert ő ezt a pejoratív értelemben értette ezt a dolgot. Hát szépen irodalmasan elköszöntem a két kisgyerektől, neki pedig úgy gondolatba bevittem egy nagy gyomrost. Hát ugye szerencséje, hogy nem volt ott épp, vagy ott volt a két kisgyereke. Ennyit tudok elmondani erről. Köszönöm.